Sokat gondolkoztam, hogy hogy lenne jó összerakni tulajdonképpen az egész előadást, és hát a végén arra a gondolatra jutottam, hogy hát ő az, akiből majd ugye hosszú távon kellene csinálnunk bármelyik sportban egy világbajnokot, olimpiai bajnokot, vagy ha csak egy egészséges sportoló, becsületes adófizető magyar állampolgárt, akkor az jön ki belőle, de ővelük kell foglalkoznunk, tehát a gyerekekkel. Ez a kis srác, ő vélhetőleg jó helyen született, jó családban, hiszen kint van a természetben, vélhetőleg olyan ingerek fogják majd érni, ami lehetővé teszi egyébként, hogy jó edzésprogramon keresztül, ami természetesen már a klubokba bekerül, amit már ti fogtok majd szolgáltatni nekik, elnézést, tegeződnénk, jó? Itt a sportban én így szoktam meg, úgyhogy azt is szeretném, hogy akkor mindenki majd tegezve kérdezzen esetleg, illetve tegyen észrevétel. Tehát, hogy jó edzésprogramot tudjunk nekik biztosítani, és a végén vagy a magyar válogatottba, vagy pedig esetleg külföldön olyan professzionális körülmények között tudjanak majd továbbfejlődni, és ezáltal Magyarország sportjának a hírnevét tovább öregbíteni, amelyekre mindenki itthon büszke lehet. Nos, bocsánat, valamiért ez elugrik. Nagyon sok helyen, én a jégkorongban dolgozom, a stratégiai programvezető vagyok Magyar Jégkorong Szövetségben, az egyetemen pedig sportmenedzsment tanszéket vezetem. A gyakorlati tapasztalatom sajnos az, hogy nagyon sok helyen konzerválunk. Ami korábban jó volt, amit megfigyeltünk, az biztos jó lesz a mostani gyerekeink számára. Nem igaz. Sajnos. Aki alfa, y vagy alfa generációval foglalkozik, az pontosan tudja, hogy sokkal ezek a mostani gyerekek már nem annyira aktívak, nem annyira mozgékonyak. A mindennapos testmozgás sokat segít egyébként, de messze nem olyan általános képességekkel rendelkeznek motorikus téren, mint mondjuk 30-40 évvel ezelőtti gyerekek. Úgyhogy nekünk nagyon kell figyelnünk, hogy ne konzerváljunk, hanem mindig az adott gyerekhalmazra, vagy az adott sportolói tulajdonságokra szabjuk rá végül is az edzést. Ugye Albert Einstein ez a kutatókra gondolta, de a sportedzőkre abszolút igaz. Ha mindig ugyanazt fogjuk csinálni mindenféle fajta gyerekkel, tök mindegy, hogy milyen egyébként az egyéni képességhalmaza, és mindig más-más eredményt várunk, hát ez nagyjából az idiotizmussal egyenlő. Tehát igazából ami az edzői szakmának a lényege az az, hogy ismerni kell a sportolóinkat, borzasztóan meg kell figyelnünk őket, tesztelnünk őket, és igazából ennek megfelelő edzésprogramot kell tudnunk biztosítani minden egyes egyén számára. Ez talán egyéni sportágban könnyebb, de mondjuk egy csapatsportágban, ahol nagyon sok van, mint mondjuk jégkorongban 20-30 gyerek is van egy csapatban, egy korosztályban, ott már egy kicsit nehezebb, de erre is megvan azért a megfelelő módszertan. Nézzük akkor az időtávokat. Miben tudunk gondolkodni? A sport ugye periodizáció. Ezt az edzéselmélet nagyon szereti. Ha nézzük, akkor mekkora periódusok vannak. Van a sportolói karrier, ami hát attól függ, hogy kinek milyen sportágban, mekkora verseny van, milyen genetikával rendelkezik. Aránylag hosszú is lehet, akár 40 év is lehet. Utánpótlás fejlesztési program, és itt az LTD-t, a Long Term Athlete Development-et, ami most már azért reményeink szerint most már egy picit átszivárgott, tehát a hosszú távú sportolófejlesztői program, ez 10-15 évet ölel föl végül is egy-egy sportolónak az életútjában. 4 éves ciklus a fejlesztésen belül, ugye olimpiai sportágakban sok helyen 4 évben is gondolkoznak, éves ciklus a 4 éves terven belül, ez az, amit általában minden edző megcsinál, hiszen most már TAO kiemelt finanszírozási program meg is követelik, hála jó Istennek. Utána szakaszok az éves cikluson belül, ez attól függ, hogy éppen milyen fázisról beszélünk, 1-6 hónap, mezociklusok 2-4 hét, mikrociklusok 7-10 nap, napi edzések a mikrocikluson belül 1 nap, 1 edzés, 1-3, és a feladatok az edzéseken belül. Ez mindenki számára szerintem tiszta az itt ülők között. A kérdés az, hogy össze tudjuk-e hangolni. Mi az,
ami igazából, ami összekapcsolja őket, és valójában egymásra épülnek-e ezek a kis ciklusoktól, tehát a pár perces feladattól egészen a hosszú távú fejlesztésbe, vagy pedig csak úgy gondoljuk, hogy hű, ez most jó, mert láttam egy jó edzőtől egy felnőtt csapatnál valami ilyesmi. Vagy megfigyeltem egy fantasztikus, mondjuk úszó tehetséget, és ő úgy dolgozik, akkor én is így dolgozom. Ez a lényeg. Hogy kapcsoljuk be? Hogy fog összeállni végül is az egész program, hogy adekvát legyen az adott sportolóra, vagy sportolói csapatra? Bonyolult dolgunk van, mint edzők? Most ez egy kérdés volt, egyébként szeretnék választ kapni. Egy edzőnek bonyolult dolga van? Mennyire? Nagyon. Helyes. Nézzük, hogy mennyire. Annyira bonyolult ez a dolog, egy picit túlmentem, hogy borzasztó sok részre lehet tagolni. És mondjuk, ha csak egyetlen egy dolgot veszek ki, mondjuk a képességek, készségeknél. Komplex készség, zárt készség, nyílt készség. Ezekre mind oda kell figyelnünk. Pszichológia, mennyire elkötelezett az edző, mennyire elkötelezett a sportoló, mennyire van belső motivációja, milyen a fiziológiai háttere, jól táplálkozik-e, mennyire egészséges, akkor milyen környezetben tudunk egyébként edzeni. Rengeteg féle összetevő van, ami nehezíti egyébként a dolgunkat. És hogyha most azt nézzük, ez minden egyénre más és más. És ezt kell tudnunk összhangba hozni. Mondom, egyéninél talán egy picit egyszerűbb, ott sem nagyon egyszerű, de egy csapatnál meg, Edina, ugye nagyon bólogatsz, hát aki csapatot tréningezik, főleg mondjuk felnőttbe, ahol mondjuk akár 20 év különbség is lehet egyébként a játékosok között, hát akkor meg még bonyolultabb. Hát a jégkorong, ugye saját sportágból hoztam egy példát. Hogy kezdjük? Itt van az U8-as korosztály, ez a nagyon pici kis háromszög, nem tudom mennyire látszik, ez a kanadai Skills of Gold-nak a piramisa, ami szerintem elég érzékletesen mutatja, hogy hogy kell összerakni egyébként egy kisgyerektől egészen a felnőttig a programot. Nagyon sematikus az ábra, de a lényeg az, hogy amikor itt elindulunk, akkor a technikai képességek és készségek fejlesztése a legfontosabb, hiszen meg kell tanítani mindenre őket. Majd jön a zöld sáv, ugye egy nagyon pici van benne az U8-ba, az egyéni játékképesség. Utána jön a sorttaktika, csapat, játékrendszer, stratégia, és a végén a felnőttbe szinte mindenből nagyon magas szinten kell tudni állni. A mi sportágunkban itt van Pindák Laci, ugye számtalan olyan játékost látunk egyébként felnőttben is, akik például bizonyos egyéni technikai képességek terén gyengék. Miért? Mert megtanították, csak utána valamiért már a taktika, már az eredménykényszerbe jött, és utána egy bizonyos szinten megragadt ez a játékos, és nem fejlődött tovább, és emiatt tulajdonképpen nem tudta elérni azt a potenciált, ami genetikailag ő benne volt. Úgyhogy elég bonyolult és elég nehéz ez a bizonyos fejlesztési folyamat. A Magyar Olimpiai Bizottság megbízásából Bai István barátommal, aki főtitkár úrral egyébként, ha jól emlékszem, a osztálytársak voltatok, vagy egy kicsit alattad járt, igen, a TF-re, és István egyébként 71-ben vagy 72-ben Kanadába ment ki végül is, és ott a Canadian Sport for Life-nak, egy nagy sportszervezetnek egyébként elsősorban szabadidős, de van versenysport részük is, a szakértője. István volt itt, nem tudom, hogy ki volt esetleg az ő előadásán, együtt megcsináltuk a Magyar Olimpiai Bizottság felkérésére a hosszú távú sportolófejlesztői programot. Az előadás későbbi részébe majd fogjátok látni a MOK kiadványnak az előlapját, illetve a megtalálhatóságát, mert webben bárki megtalálhatja és le tudja tölteni. Ez a program tulajdonképpen ő általuk kidolgozott, és azt szeretném azért mondani, hogy ennek igen komoly magyar hagyományai vannak, hiszen Nádori Lászlónak a munkássága volt az, amelyik inspirálta Istvánt ennek a programnak a kidolgozására. Nagyon transzparens módon írja le, hogy milyen életkori szakaszokban mit kell csinálni a gyerekekkel. Az első, az az aktív kezdet, ahol tulajdonképpen alig vagyunk jelen.
Az a család dolga, hogy a család mennyire sportos, mennyire szeretné, hogy a gyereke aktív legyen. Igazából a klubokban 3-4 éves korban még nem nagyon sűrűn jelennek meg a gyerekek, bár most már azért volt olyan, hogy 2 évesen lehozták korongvárat építeni hozzánk a gyereket, de talán az egy kicsit korai. A második az örömteli alapozás, harmadik az edzés tanulása, és ez a három, ez egyben egyébként az úgynevezett, az úgynevezett testkulturális műveltségnek a megszerzésének az időszaka. Miért fontos ez? Ha valaki testkulturálisan művelt, akkor igazából nagyon sokfajta mozgásban, nagyon sokfajta sportban tud részt venni. És itt vannak a kapcsolat, a nagyon erős kapcsolat a testneveléssel, hiszen hogyha a testnevelő kollégák jól dolgoznak, akkor ez a három életkori szakasz egy kicsivel később ki lesz bontva majd az életkori része is, akkor a gyerekek bármelyik sportra alkalmasak tudnak lenni. Ha kimarad valami a fejlesztésből, akkor baj van. Ha a saját sportágamat nézem, mondjuk valaki nem tanult meg korcsolyázni, akkor nem tud majd hokizni. Nem tud műkorcsolyázni, oké? De nem tud csak saját maga úgy elmenni, mert felnőtt korban, aki már esetleg felnőtt korban tanul meg korcsolyázni, az pontosan tudja, hogy életveszélyben van, és ez egy borzasztó élmény számára. Míg a kisgyerekkorban 1-2 alkalom, és utána fantasztikusan korcsolyázik. Úgyhogy ez egy nagyon fontos rész, és azt kell megértenünk, hogy itt nem szabad szakbarbának lennünk. Nagyon nagy a verseny egyébként, TAO miatt, a létszám növelés miatt, mert ugye hát a különböző sportágok nagyon komoly versenyben vannak, viszont az a helyzet, hogyha itt most rekvirálunk gyerekeket, és mondjuk nem a saját sportágunknak megfelelő az ő motorikus képessége, akkor annak a gyereknek elzártuk az útját esetleg egy másik sportágban az eredményesség elérése ellen. És ez már közös felelősség. Tetszik vagy nem tetszik, nem azért vannak ezek a gyerekek, hogy mi, mint edzők, vagy a klubunk, vagy a mi sportágunk egyébként fantasztikus, hogy mit csinál, majd kidobjuk őket 14 évesen, hanem azért van, hogy igazából próbáljuk segíteni nekik, hogy a sportoló egyén legyen, egy sportoló ember. És hogy most melyik sportágban, kézilabdában, úszásban, kajakkenuban, netalántán jégkorongban lesz a legeredményesebb magyar sportolók között, én szerintem az egy teljesen közös felelősség, hogy megtaláljuk ezeknek a gyerekeknek a megfelelő sportágat. Menjünk egy kicsit tovább. Ez egy egész jól körülhatárolt program innentől kezdve, hiszen ez nagyjából ilyen 12-14 éves kor környékén bezárul. Aki ebben marad ebben a részben, az edzeni a megedződésére, edzeni a versenyzésre és edzeni a győzelemre, ez az úgynevezett elit képzés felé. Magyarán élsportoló szeretne lenni. Odáig nagy tömegekkel foglalkozunk, itt már elkezdődik a szelekció. Bárhonnan ki lehet lépni egyébként ezekből a dolgokból, de jobb, hogyha itt nagyon jó széleskörű motorikus képesség és általános képességfejlesztésen ment keresztül, mert akkor egy egészséges ember lesz, fog tudni teniszezni, el tud járni biciklizni, focizni a haverjaival, és egészséges állampolgárrá válik. És ez az aktivitás az életér szint tulajdonképpen, én már ebben vagyok, bár nem látszik rajtam, mert egy kicsit talán kövér vagyok, de azért heti 3-szor az öreg fiúkkal, a Fradi öreg, én újpesti voltam, Fradi öreg fiúkkal egy csapatban nagyon komoly mérkőzéseket játszunk egymás ellen, tegnap én nyertem. Holnap nem tudom, hogy ki fog, dolgozunk rajta. Ez a Magyar Jégkorong Szövetség adaptált programjának a rövid leírása, tehát az, ami előbb volt, ez a aktív kezdet, örömteli alapozás, az edzés tanulása, edzeni a megedződésére, edzeni a versenyzésre, edzeni a győzelemért stációk, ezek tetszés szerint rá szabhatóak a saját sportágunkra. Mi ezt így csináltuk meg a Jégkorong Szövetségbe, úgy döntöttünk, hogy 4 részre szabdaljuk egyébként a testkulturális műveltséget. Tehát van egy aktív kezdet, van egy hoki örömteli alapozása, hoki örömteli alapozása 2 és a játék tanulása. És lehet látni, hogy itt a család folyamatosan az egészben egyébként benne van. Itt jelenik meg a klubmunka, és utána pedig bejönnek a válogatott és különböző szelekt programok. Úgyhogy én a
ugye a sportági koordinátor is vagyok a jégkorong részéről. Minden sportági koordinátornak átadtuk egyébként azt az elgondolást, és hát páran már tudom, hogy dolgoznak rajta, többek között a kosárlabda. Én ajánlom egyébként, hogy mindenki a saját sportágára valahogy értelmezze ezt a programot. És itt van az, ami nagyon fontos ennél a bizonyos testkulturális műveltségnél. Itt vannak azok, hogyha ezt meg lehet csinálni negatívba is, de ugye nem negatívan gondolkodunk, hogy ha tud futni, akkor részt tud venni például az összes olyan labda sportágban, amelyikben igazából futás is van, de atlétikában is, meg egyébben. Ha dobni is tud, na akkor már egy csomó minden másik sportág is bejön. Ha korcsolyázni tud, akkor pedig természetesen ugye itt vannak a jeges sportok, amihez korcsolyázás kell. Meg tudjuk csinálni negatívra, de inkább ez kellene, hogy miért fontos megtanulni mindent, mert akkor mennyi mindenben fog tudni akkor egy-egy gyerek majd részt venni élete során. Akkor nézzük a életkori szakaszokat. Az aktív kezdet mindkét nemnél 0-tól 6 éves korig tart. Család. Elsősorban úgy, ahogy előbb mondtam, a család befolyása az nagyon-nagyon fontos. Mi történik ilyenkor? Az általános mozgáskészségek fejlődése. Ugye itt nagyon sok végzett kollega van, különböző szinteken végeztetek, és nagyon sok mindenből tanultunk, ugye? Élettanból, pszichológiából, minden egyébből megtanultuk a különböző fejlődési szakaszokat. A legfontosabb az, hogy minden általános mozgáskészséget jól kellene tudni fejleszteni. Nagyon fontos, hogy a 30 percnél rövidebb ideig tartó ülő tevékenység, tétlenkedés, kivéve az alvás ne történjen meg. Nagyon rossz gyakorlat, amikor bekapcsolják a laptopot, a tévét, hogy a gyerek maradjon csöndbe, ül és nem aktív. Ez már egy kicsit tágabb, tehát tőlünk egy picit már távolabb lévő dolog, és ez bizony az egész társadalomnak kellene megérteni, hogy a gyerekeket aktivizálni kell sokkal jobban, mint ahogy most vannak. Ebben az életkorban relatíve kevés szervezett fizikai aktivitás kell. Nem tudom, hogy próbáltatok-e esetleg ilyen piciknek azt mondani, hogy fussanak le mondjuk 2000 métert. Biztos elindul futni, de aztán lát egy lepkét. Jó? Összeszedi, katicát fog gyűjteni, meg egyéb dolgokat, ami tök jó. Legyen kint, legyen aktív. A rizikó felfedezése és csökkentése a biztonságos környezetben, ez viszont a családnak a dolga, és hogyha már megjelennek a klubjainkban, akkor a mi dolgunk is. Tehát biztonságos környezet legyen, ne legyen rossz tapasztalat a fizikai aktivitással. Aktív mozgás, gazdag környezet, jól felépített gyermektornával és úszás oktatással kombinálva. Alapdolgok? Tehát az, ami általánosan a képességeket fejleszti, plusz az úszás, ez egy borzasztó jó megalapozó rész minden sportra, nem csak az úszásra, meg nem csak a tornára. A napi fizikai aktivitás hangsúlyosan örömteli feladatokkal történjen. Magyarán legyen kedve, hiszen itt fog kialakulni, hogy szeretem mozogni, vagy pedig nem. Ugyanez igaz lesz majd a későbbi időszakokban is, amikor bejönnek már a klubban, hogy élvezniük kell a dolgokat. Ha nincs belső motiváció, akkor nagyon hamar abba fogják hagyni ezt az adott sportágat. Magyarán, hogyha egy ilyen összesítést csinálunk, akkor az összes alapvető mozgásformát és minden irányban meg kell tudnunk csináltatni, vagy rá kell vennünk őket, hogy csinálják. Tegye fel a kezét, legyen szíves az, aki futott már hátra tiszta erőből. Őszintén tegye fel a kezét. Nézzetek körbe. Milyen egyszerű dolog, ugye? Futásról beszélünk. Maximálisan mindenki próbálta, hogy milyen gyors. Hátrafelé. Miért is nem csinálunk minden olyan mozgásformát, amit tudunk? Ugye? És hogyha már csak előre futunk, akkor már a irányváltások sem lesznek olyanok. Ha minden felé, amelyikben az emberi test tud mozogni, abban mozgunk, és maximum sebességre is törekszünk. Most a jégkorongban állunk, mindig megkérdezem, Laci, a tegnapi edzés, volt tegnap edzés? Hányan estek el? Hány játékos esett el? 10. Miért estek el? Koordinációs probléma. A mi játékunkat, a jégkorongot a sebesség jellemzi. Ha mindig csak egy adott nem eséssel csináltatjuk a gyakorlatot, akkor nem próbál fejlődni, akkor nem próbál még gyorsabb lenni.
Ilyen egyszerű, ugye? Mindenki saját sportágába próbálja meg egy picit adaptálni ezeket a gondolatokat. Menjünk tovább. Örömteli alapozás. Itt, mint ahogy a felső feliratnál lehet látni, már van eltérés a két nem között. Tegye fel a kezét, legyen szíves az, aki lányokkal foglalkozik. Aha. Hát kedves kollégák, nektek sokkal nehezebb dolgotok van, mint a fiúkkal. Edina, nem azért, amiért most gondolkozol, hogy vajon mi lehet ez, hanem azért, mert a hölgyek előbb érnek. Ez annyit jelent tulajdonképpen, hogy kevesebb idő van arra, hogy a megfelelő képességeket, készségeket kifejlesszük, addig, ameddig a hormonok meg nem jelennek maximális szinten az emberi szervezetben. Fiúknál van eltérés, tehát egy másfél-két évvel később van ez az állapot, úgyhogy akik fiúkkal dolgoznak, több időnk van. Ez nem jelenti azt, hogy rosszul kell velük dolgozni, jó? Ezt azért tegyük hozzá. Na nézzük, mit csináljunk itt. Szintén minden mozgás készség fejlődése, tehát még kicsik a gyerekek, mindent kell, hogy csináljanak. Általános és mindenre kiterjedő fejlődést kell tudnunk elérni, és itt már bizony-bizony, majd egy későbbi ábrán fogjátok látni, hogy a szenzitív időszakok már megkezdődnek. Úgyhogy azt, amit edzéselméletből megtanultunk, azt néznünk kell, hogy egyénileg mikor, kinek, milyen állapotú a fejlettsége. És annak megfelelően kell a szenzitív időszakait fejleszteni. Integrált mentális, értelmi és érzelmi fejlődés. Hát nem sportolókat nevelünk, hanem sportoló embereket. Mindenféle hatás, amit mint edző hatunk a gyerekekre, az meg fog jelenni egyébként az ő személyiségükbe, illetve a teljesítményben is. Agilitás, egyensúly, gyorsaság és koordináció. Bizony. Ugye a kognitív szféra ilyenkor nagyon fejlődik. Nagyjából 8 éves korig már majdnem 100%-on van az emberi agy, illetve az idegrendszer, tehát el kell kezdenünk dolgozni vele. Természetes mozgások összetevőinek, futások, opá, bocsánat, másikat nyomtam meg, ugrások, dobások fejlődése, illetve ne feledkezzünk meg a parasportolókról sem. Ő nekik már, akik ebben az életkorban ilyen sportolók, ővelük már meg kell kezdeni ezeket a fajta dolgokat, ami az ő sportolásukat majd segít. Erőfejlődés saját testsúllyal végzett feladatokkal, és ami nagyon-nagyon fontos, a törzsizmok. Ülünk. Az óvoda, az tök jó. Nem tudom, hogy ki mennyire emlékszik az óvodai életére, vagy ha megnéztek egy óvodást, azt sem, amit akar tulajdonképpen, alig van irányított foglalkozás. Bemegyünk az iskolába. Mi az első és legfontosabb? Ülj le, és koncentrálj, írd az A betűket, egy meg egy szorzótábla, mit tudom én micsoda. És ülnek. És az nem jó. Miért nem jó? Hát azért nem jó, mert az ülés az aránylag kevés izmot foglalkoztat. Nálunk picivel előrelátóbb országokban, én Dániában láttam ilyen példát, a gyerekeknek háromféle módszer van egyébként az iskolában. Állhatnak, mert magas a pad. Van egy ilyen nagy fitnesslabda, azon ülhetnek, térdelhetnek, vagy akár rá is ülhetnek. És van egy magas szék, hogyha nagyon elfáradtak. Magyarán a gyerek választja meg, hogy ő hogy akarja ezt a dolgot csinálni. Nem pedig egy kemény széken, így úgy amúgy zizegve próbál és ül. Ha már itt tartunk, nekem aránylag nagy a fejem, jó? A hasam is az, bocsánat. Ki tudja, hogy hány százalék a teljes test, illetve a fej aránya? Tehát hány százaléka a fej a teljes testnek? Karcsi, mondj egy számot, légy szíves. Mert úgy látom, hogy mindenki el. 8, majdnem, az egy kicsit vízfejűnek tűnne. 7. 7 százalék. Hogy jön ez ide? Itt nézem az arcokat. Úgy jön ide, hogy az iskolába, amikor bemennek a gyerekek, akkor a fejre az összes többi tantárgy hat, a matematika, a kémia, a földrajz, minden, és a testnevelés az, amelyik nem csak a nyaktól lefelé rész, hanem a fejet is használja. Az egyetlen egy tantárgy. És akkor a rációt látjuk, kicsit más a ráció, ez nem jó.
Nekünk kell segítenünk, hogy a gyerekeink mozogjanak. Menjünk tovább. Koordinációs képességek fejlesztése. A koordinációs képességek fejlődése természetesen ugye az idegrendszerrel van elsősorban összefüggésben, és itt aztán hangsúlyosan, és mindent kell fejleszteni. A MOB anyagban majd el fogjátok tudni olvasni, mert egy kicsit kevés az idő arra, hogy mindenről szót ejtsünk, de négy felületünk van, ahol a gyerekeknek jól kell tudni mozogni. Az első a talaj, oké? Ez semmi gond, mindenki tudja. Második a víz, vagy a víz felszíne, hiszen egyébként mondjuk vitorlás, vagy szörfös, vagy egyéb. Oké? Van a jég, elnézést kérek, meg a hó. Ebbe az égőbe azért ez is fontos volna, és van a levegő. A levegőben is kell tudnunk a testünkkel dolgozni. Bármelyik sportágról beszélünk, természetesen akik műugrók, meg egyebek, őnekik hangsúlyosabban, de bármelyik sportágban, hogyha tudja használni a testét a levegőben, és tudja koordinálni és mozgatni, akkor sokkal ügyesebb, mint mondjuk az, aki nem tudja. Úgyhogy dolgoznunk kell velük. A sport etikájának és a fair play egyszerűbb szabályainak a megismerése itt már benne van a nevelési programban. Jól felépített edzésprogram, nem periodizálunk. Minek? Hova? Nem kell az eredmény. Itt aztán abszolút, itt fejlesztünk, de nagyon fejlesztünk. Napi fizikai aktivitás még mindig hangsúlyosan az örömteli feladatokon van. Hosszúnak kell lenni annak az időszaknak, ameddig öröm éri minden felől, hogy mozogjon. Tehát összességében az alapvető mozgások és az ügyességnek a kialakítása, mint egy ilyen összefoglaló fogalom, az zajlik ebben az életkorban. A következő életkori szakasz az edzés tanulása. Lányoknál 11-15, fiúknál 12-16. Ez mindig ezek a számok az átlagos érésűekre fognak vonatkozni. Oké? Mert majd arról is később beszélünk. A képességek, készségek tanulásának fő szakasza a sport szempontjából minden fontos képességet, készséget fejleszteni kell a serdülés előtt. És integrált módon. Számtalan olyan nagyon jól felszerelt, fantasztikus konditeremben jártam egyébként, ahol több millió forintos gépek, csilli-villi, mindent csinálnak. Rehabilitációra jó. Sérülés utáni mondjuk egy ízületnek, vagy annak az izmainak a regenerálására. Amikor gyerekeket fejlesztünk, akkor azt bizony integrált módon kell megcsinálnunk, és elsősorban saját testsúlya. Kis súlyok lehetnek, de ez is attól fog függeni, hogy éppen aktuálisan milyen az adott gyerek. Lehet, hogy az egyik egy adott évjáratban elbírja, lehet, hogy a másiknál még nem szabad. Ezért kell ismernünk a sportolóinkat. Erről beszéltünk. Tehetség. Meg tudja nekem mondani valaki, hogy mi az, hogy tehetség? Mit nevezünk tehetségnek? Lehetek-e én tehetség például? 50 múltam, 140 plusz. Szumora gondolták, Karcsikám, aranyos vagy, ott még lehetek. Lehetek vagy nem lehetek? Nem lehetek. A tehetség az egy, amikor a képességek a maximumon vannak, azt feltételezi, hogy abban az életkorban, ami általában azért nem 50 plusz, oké? Mondjuk sportáktól függ, mert lehet, hogy mondjuk curlingben, még soha nem próbáltam, lehet, hogy fantasztikus tehetség vagyok, de nem biztos. Tehát igazából tehetség az azt mutatja meg, hogy amikor a képességei a maximumon vannak, akkor vélhetőleg nagyon jó sportoló lesz, vagy pedig nem annyira. Oké? És ez bizony itt már nekünk valahogy föl kellene ismernünk. Nagyon sok jellemzője van természetesen. Egy gyakorlott edzőnek a szeme, az egy nagyon jó előrejelző funkció, mert látja, hogy gyorsabban tanul, többet ért meg, olyan a mozgás koordinációja, ami nagyon ritka. Tehát ezt már lehet azért látni. De itt ennek a menedzsmentje, hogy egy bizonyos adott sportágban, egy adott klubban, vagy az egész szövetségben, hogy mennek fölfelé a tehetségek, ez is egy nagyon fontos kérdés. Egy héten háromszor sportág specifikus edzés, míg szintén háromszor egy héten más sportágokban való részvétel ajánlott. Hű, ilyenkor a jégkorongozók mindig azt mondják, hogy
Hát a Tao az a gyerekek után jár. Igen, és? Semmi probléma, akkor meg kell beszélni mondjuk egy birkózóedzővel, egy judóedzővel, egy úszóedzővel, el kell vinni őket kajakozni, akkor szervezzünk mi nekik olyat, hogy a gyerekek ne menjenek át más egyesületbe. Ahol nagy egyesület van mondjuk a Ferencvárosnál, tök jó, van egy csomó szakosztály, klubon belül maradnak a gyerekek. Miért ne próbálhatnák ki a másik sportágakat? Onnan is lesz egy csomó mozgásos emlék, egy csomó újfajta inger, és fejlődik. És nem specializálunk még rögtön, ami szintén fontos. Na, itt akkor az alapvető sport képességek és készségek fejlesztése zajlik, és nagyon fontos, hogy itt ez egy nagyon fogékony időszak mindenféle mozgás elsajátítására, és ezt muszáj vagyunk kihasználni. Ha ezt elmulasztjuk, akkor az a probléma, hogy lehet, hogy egy döntő szituációban, mondjuk egy világbajnoki döntőn, pont az a kis plusz hiányzik, amit mondjuk a, nem tudom, a síelés adna. Vagy a birkózás adna. És hogyha a másik azt tudja, akkor legyőzte a mi sportolónkat. Nem lehet tudni. Szenzitív időszakok és az egyéni fejlődés összhangja. Ugye ezt az ábrát szintén megtaláljátok egyébként a Mobos kiadványunkban. Nagyon fontos, ugye itt lehet látni egyébként, hogy a növekedési csúcs a fiúknál, illetve a lányoknál nagyjából másfél-két évvel később van a fiúknál. A hölgyeknél pont ebből kifolyólag itt vannak a szenzitív időszakok, nagyjából 15-16 éves kor környékéig ki kell tudnunk fejleszteni, mert akkor ők már felnőtt, testileg felnőtt nők. A fiúknál ez el tud menni akár 20 éves kor utára is, tehát jóval hosszabb az a időszak, ameddig a fiúkkal tudunk dolgozni. Lányoknál kisebb. Ha még ehhez hozzátesszük a szekuláris trendet, hogy sajnos Magyarország, ha jól emlékszem, harmadik vagy negyedik a legfiatalabban érők között a lányoknál, a cseheknél meg 16 év környékén van egyébként az első Menses megjelenése, 600 kilométer van közöttünk, de nekünk a magyar lányokkal kell dolgoznunk, tehát ezt kell figyelembe venni. Úgyhogy nekünk még nehezebb velük dolgozni. Ugye az, hogy retardált vagy accelerált valaki, ezt megint csak nektek, mint edző kollégáknak pontosan kell tudni az általatok edzett sportolók esetében. Aki accelerált, és emiatt ugye erősebb, gyorsabb, hogyha ő félre van tájékoztatva a részletekről, vagy nem vettétek észre, hogy ő accelerált, és azért jobb a többinél, akkor igazából 5 percen van, begyorsulok, akkor nagy a probléma, mert ő neki, amikor a többiek egyébként, köszönöm szépen, hogy szóltál, amikor a többiek egyébként elkezdik elhagyni, akkor abba fogja hagyni, mert nem érte, hogy mi történik. A retardáltnak meg nagyon nehéz, mert ő neki az acceleráltakkal, meg az átlagos fejlődési üteműekkel kell, hogy versenyezzen. Magyarán nagyon nehéz megoldani. Hokiba azt szoktuk ajánlani, ugye 20-30 gyerekről beszélünk, csináljanak 3-4-5 csoportot, attól függően, hogy éppen milyen fejlődési fázisban vannak. Mert akkor ő nekik a szenzitív időszakokat is úgy lehet kihasználni, és nem fognak egyébként problémázni azon, hiszen akkor látják, hogy ők egy kicsit lejjebb vannak fejlettségben, azok nagyobbak, ő nekik más az edzés munkájuk. De el is kell mondani nekik. Jó? Ami lényeges információ, a populáció 35%-a eltérő az átlagos érésűektől. 30% fél év, egy év, 5% viszont nagyon el tud térni, akár két és fél évre is lemaradhat, vagy előrébb járhat. Menjünk tovább. Edzeni a megedződésre. Ez egy nagyon fontos időszak. Ugyanis itt formáljuk már, ugye az elit sport felé, emlékeztek, a testkulturális műveltség volt az előző három, itt formáljuk már a sportágnak megfelelő testet. Nagyon fontos, hogy a sportág specifikus képességek, készségek és kondicionális képességek fejlődjenek, és ami még fontosabb, az az, hogy az úgynevezett egyéb egyéni kapacitások, a bemelegítés, a levezetés egyénileg, a nyújtás és lazítás, táplálkozás és hidratáció, pihenés, regeneráció plusz alvás, a mentális felkészülés és már a formába hozás is megjelenik, de nem eredménykényszer orientáltan.
Ne rakjuk rájuk még a terhet, mert nem kell. Még csak formáljuk őket. Itt már más sportágokban való részvétel is még ajánlott egybe, esetleg még csináljon valamit, de már elég sok sportág specifikus edzésünk van. Itt alakítjuk ki akkor a testet tulajdonképpen, hogy a nagyon komoly felnőtt munkát elbírja. A következő az edzeni a versenyzése időszak, lányoknál 15-21, fiúknál 16-22 életkorban. Itt már a sport versenyszámított pozíció specifikus kondicionálás van. Más kell csinálni kézilabdába egy beállónak, mint egy gyors, kicsi szélsőnek, ugye? Tehát itt már megengedett a specializáció, de ne túl korán. Nálunk a hokiba ebben az életkorban már kezdenek kialakulni a posztok. A kapus egy kicsit korábban, de mondjuk 12 éves korig mindenki be is áll a kapuba, jó esetben. Miért? Pedagógiai okai is vannak. A góllövő ne szóljon hátra, hogy ne engedd már be, te idióta. Próbálja ki a saját bőrén, és akkor majd rájön, hogy mennyire nehéz ez a dolog. Itt akkor teljesen minden specializáltan megy már, és nagyon fontos, hogy az első olyan életkori szakasz, ahol az eredmény valamilyen módon megjelenik. Mert nem ide készítjük még mindig fel őket, nem U16-ban meg U18-ban akarunk világbajnokságot nyerni, akarunk persze, de a felnőttben szeretnénk igazából. A következő, amiért dolgoztunk, amiért marha sok energiát, elnézést ezért a vulgáris kifejezését beleraktunk, az, hogy itt győzzenek. Felnőtt élsportról beszélünk. Ha jó volt idáig a program, akkor mentálisan sem lesz gondunk. Nem lesz olyan, hogy mondjuk esetleg hatalmas gólkülönbségű vezetésről végül kikapunk, hanem meg fogják tudni valósítani, amiért dolgoztunk. Itt nagyon-nagyon fontos, hogy a felnőttnél, ami a lányoknál 18 plusz, fiúknál 19 plusz, mondjuk az én sportágamban 22-23, addigra egy percem van, akkor nagyon gyorsak. Tehát itt erre készültünk. Ez volt az, ami igazából fontos volt, és ezért dolgoztunk nagyon sokat. Tehát a testet maximalizáljuk. Legfontosabb üzenet tehát az egyén adekvát fejlesztése, testkulturális műveltség alul megszerzése, fejlődés életkor figyelembevétele, szenzitív időszakok maximális kihasználása, specializáció megfelelő időpontban, mentális érzelmi és érzelmi fejlesztés a teljes folyamatban, periodizáció és a versenyzés és versenytervezésnél késztető legyen a versengés. Ne legyen 10 gól különbség, hanem csak egy. A úszásban 1-2 századon belül legyen 2-3 ember, mert akkor az egy fantasztikus versengést fog hozni. A hosszú távú tervezés a prioritás, jó? Tehát bármikor a rövid távú célok megjelennek, azoknak nem szabad felülírniuk a sportolók hosszú távú fejlesztésének a koncepcióját. Ne legyen eredménykényszer. Fejlesztési kényszer legyen. A megoldás ez, nem pedig az, hogy esetleg egymás ellen dolgozunk. Itt vannak a kiadványok, és nagyon szépen köszönöm. De tényleg ez a fontos. Köszönöm szépen.